Köszönettel tartozom először anyámnak, aki imára kulcsolta a kezemet, és aki a becsületre és a hazám szeretetére megtanított. Apámnak köszönhetem a hivatásom választását, sajnos ő korán meghalt, és így később nem tudta igazgatni a pályámat. Általános iskolás koromban Pali Jani bácsi tanáromra emlékszem szívesen, aki megtanított barkácsolni, amit sokáig sokszor hasznosítottam az életemben. Aztán a matematika szeretetére is ő tanított, és eznek köszönhetem azt, hogy egy kiváló matek-fizika osztályba kerültem, és így egyből fölvettek az orvosi egyetemre. Gimnáziumi éveim alatt pécsi evangélikus lelkész Balikó Zoltán családjába élhettem, ez sokat jelentett számomra. 77-ben végeztem, akkor kerültem a Szekszárdi kórházba, azóta itt dolgozom. Szerencsémnek tartom, hogy a Tornoszki János főorvos által alapított négyesbe erre kerülhettem. Itt családias légkör és igazán betegközpontú szemlélet fogadott. Gyakorlati tapasztalatokat tanultam Tóth Antal kollégától és orvosi tisztességből sokat Balikó Zoltántól. Tornoszki főorvos úrnak köszönhetem, hogy a diabetológia felé irányított, amit igazgatóságom alatt is csináltam, és azóta is szívesen foglalkozom a cukorbetegekkel. A későbbiekben 20-21 év klinikai munka után lettem igazgató, csaknem 17 évig. Nem végezhettem volna ezt a munkát, anélkül, hogy kiváló szakemberek és igazán korrekt emberek álltak volna mellettem. Ilyenek voltak Németh Csaba orvosi igazgató, Glidné Tírman Erzsébet ápolási igazgató, Mert Zoltán gazdasági igazgató, Simon Béla az informatikai osztály vezetője. Németh Csaba jelenlegi főigazgatónak és Sudár Zsolt főorvosnak köszönhetem, hogy most is dolgozhatok, és nagy örömmel végzem a munkámat, tartom a kapcsolatot a betegekkel, a szakmával, munkatársakkal, ez fontos számomra. Központi szerepet játszik életemben a családom, feleségem Ripő Ilona, ő egy okos nő, ami nem csak abban nyilvánul meg, hogy summa cum laude végezte az egyetemet és egészen kiváló gyerekgyógyász, hanem bölcsen nyesegeti már 45 éve az én vadhajtásaimat. Neki köszönhetem két remek fiamat, őnekik pedig öt csodálatos unokámat. Fontos életemben az evangélikus egyháza, az evangélikus gyülekezetnek 30 évig lehettem a felügyelője, és a hitem folyamatosan szükséges megújításához kiváló lelkészek segítettek. Kál Béla bácsinál konfirmáltam, Balikó Zoltán és családját már említettem, a szekszárdi gyülekezethez való kötőzésembe Németh Pista bácsi és Háfenser Károly játszott nagy szerepet. Jelenlegi lelkészünk Sefcsik Zoltán hetente kiváló prédikációjával erősít. Végül nem utolsó sorban a Teremtő Istenemnek szeretnék köszönetet mondani, akinek a kegyelmébe részesülhettem életembe. Lelkészünk talán 20 évvel ezelőtt egy prédikációban mondta, hogy hívő emberek a kegyelem koldusai vagyunk, és én koldusként soha nem szűkölködtem. És remélem azt, hogy ha jönnek a nehézségek, mert fognak jönni, tudom, az életembe, akkor ezt a kegyelmet továbbra is érezni fogom.